Az első Szent Mihály napi birodalom programsorozatát a kisné Fábián Katalin néhai festőművész képeiből összeállított emlékkiállítás megnyitója indította el. A Rákóczi vár Árkád termében rendezték meg az eseményt, ahol Nyíri Tibor a város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elmondta, hogy ő mindig nagy tisztelettel tekintett azokra, akik ilyen módon képesek kifejezni gondolataikat, érzéseiket, a megélt pillanatokat. Úgy gondolja, hogy mindenkinek szüksége van a vizuális kultúrára és annak megismerésére. Örömét fejezte ki, mert ezeket a képeket előkerítették, összegyűjtötték, így ezáltal bárki által megtekinthetővé váltak. Ezt követően Cimbalmos Valéria művésztanár és diákja Orosz Dorka adtak elő egy zongora művet. A művésznőt Goda Gertrud művésztörténész méltatta, aki úgy gondolja, hogy a képeken keresztül látni lehet az egyéniségét. Elmondta, hogy kisné Fábián Katalin, ha bár nem szerencsén született, de egész gyerekkorában itt élt, és a legutolsó hetekig szoros kapcsolata volt a várossal. Sok időt töltött élete során más művészek társaságában, akikkel együtt fejlődött és tanult. Véleménye szerint a kiállításon látni lehet a közel 50 év alkotó munkájának alakulását, hiszen egy fél évszázad mély nyomot hagy egy ember világnézetén. Másnap reggel az ételek kerültek a középpontba, amikor a 9 főzőcsapat neki kezdett a húsos káposztás ételek elkészítésének a várudvaron. Minden korosztály megfordult az üstök mellett, hogy felszabadult hangulatban alakítsák az ízletes fogásokat. Hát mi egy toros káposztát csinálunk, egy kis variációval, mert mi teszünk bele egy kis sertésfület, sertésmájat, valamint sertéslapocka van benne, ugyebár amit kaptunk, egy kis oldalas farokcsont, ennyi szerint. Füstölt bordaport, bocsánat. Igen, a bordaportot is. Igen. Egy kicsit különlegesebb legyen. Így van, igen, igen, igen. És nagyon szépen köszönjük a főnökségnek, nagyon sokat támogatott minket. Nagyon sok dologban támogatott minket, igen. Munkatársak. Munkatársak, egy összetartó, jó kedvű társaság. Igen. Igen. Csak üdítőt iszunk. Így van, csak üdítőt fogyasztunk. Miért döntöttek, hogy beneveznek ide? Hát az egyik csapat kedves kollégánk felvetette a kérdést, ugyebár, hogy akarunk-e csinálni, és akartunk. Nagyon jó összetartó csapat vagyunk, hála az égnek. Igen. Milyen hangulatban telik itt a mai napon? Hát szerintem jó hangulatban. Kimondottan nagyon jó. Voltak igazán hagyománytisztelő csapatok is, mint például a Romák a Romákért Egyesület, akik ételeikkel a kultúrájukat eleveintették fel. Náluk kóstolhatták meg a cigánykenyeret, vagyis a bodogot, ami szerény alapanyagok felhasználásával készül. Elsőnek is meg szeretném köszönni a Szerencsi Vár és a Szerencsi Város Önkormányzatának, hogy meghívtak minket erre a rendezvényre, mert külön megköszönnénk Király Jutka kisasszonynak a meghívást. Nagyon örülünk, hogy eljöhettünk ide, mert Jutkával karöltve a roma hagyományok ápolásán dolgozunk, azért, hogy a mi roma hagyományaink ne hajjon ki, ezért jöttünk most egy nemzeti étellel és egy nemzeti kenyerünkkel, mindenkinek jó étvágyat kívánok a bodaghoz. A bodag ez egy régi hagyományok szerint készülő nemzeti eledelünk, ami azt akar, hogy amikor régen az embereknek nem volt pénzük kenyérre, tehát szegénységbe éltek, nem úgy, mint azért a mostani világban, akkor ha volt otthon liszt, akkor egy ügyes cigányasszony mindennapra tevőt meg tudta ebben oldani, egy kiló lisztből, egy hajszányi kis sóból hagyományosan összegyúrták, megkeresztették a tésztát, ezt platnyi tetején, mert régen ugye masinákba főztek az asszonyok, nem gáztűz helyen, meg ahogy mostani modern világban, és a masina tetején ezeket elkészítették, a friss, ropogós bodagnak a szaga, illata hazacsalta a gyerekeket az utcákról, estére, vacsorára, ez reggelire, bármilyen napszaknak megfelelően tudták enni, mert pénzük nem volt másra. Egy ügyes cigányasszony evvel csalta a gyerekeit haza, meg a férjét munkából. A másik ételünkről én azt szeretném mondani, hogy beszéljen a szakács úr, mert ez egy pincepörkölt hosszú lével cigányosan. Tehát még a cigányosságban azt szeretném elmondani, hogy mi fűszeresebben főzünk,
mint a többségi társadalom. Épp ezért a mi ételünk lehet, hogy egy picivel nekik idegen, de a mi számunkra ízletesebb. Háromféle húsból kellene, csak de kell, igen, ezt kaptuk, úgyhogy, de így is finoman elkészítjük, úgyhogy só, bors, paprika, egy pici majoranna, ezekből áll, fokhagyma, és ennyiből áll. A készfogásokat a háromtagú zsűri, Kis Dezső séf, Tóthné Sárika és Tóth Ágika értékelte a délután elején. A végeredményt a szabadtéri színpadon hirdették ki, az első helyezését járó díjat pedig az Öreg a nénikét nyugdíjas klub csapata vehette át. Ő grillezett sertésszeltet készítettek hajmás törpuruganyával, párolt és fehér káposztával. Az első három helyezett ajándékcsomagban részesült, valamint Horváth Ernő, a Romák a Romákért Egyesület, a Roma Polgárjogi Mozgalom elnöke felajánlott számukra egy-egy üveget a saját készítésű házi pálinkájából. A megjelent vendégeket Nyíri Tibor, a város polgármestere köszöntötte, aki beszédében elmondta, hogy minden magyar ember szereti a kultúráját ápolni, és ezen nap is ennek a jegyében jött létre. Úgy gondolja, Szeresnek szüksége van az ilyen jellegű kötetlen, vidám rendezvényekre. Jövőre szeretnének ismét fogadni mindenkit Szent Mihály napi alkalmából, amivel egy nyárzáró és őszköszöntő tradíciót indíthatnának el. Gyakorlatilag több olyan emlékezetes emléknap van ezen a környéken, Állatok világnapja, akkor a Szent Mihály nap, ugye, amihez nagyon sok néphiedelem kapcsolódik, és hát úgy gondoltuk, hogy ezt a rengeteg programot, ami az éven volt, egy kicsit le is zárjuk ilyen nyárbúcsúztatóval, és gondoltuk, hogy a környező településeken is rendeznek ilyen könnyed programokat, hát ez szerencsén is elférne, vagy szerencsieknek is jó lesne. Például nagyon jól sikerült az Ondi találkozó, ahol nagyon sokan vettek részt, maguk a szerencsiek is, de különösen az Ondiak. Ezért gondoltuk, hogy most szervezünk egy ilyet. Az én esküvőmön ezelőtt több mint 40 évvel szerencsi cigányzenekar húzta, és nagyon örültem neki, hogy itt a színpadon autentikus cigányzene volt. Én úgy gondolom, hogy Európa nagy részén ezt már nem lehetne. Legyünk rá büszkék, és tehát értékes a környékbeli népdalkörök, vagy a 100 éves férfikar is fellép, és lehetőséget kell, hogy adjunk a helyi együtteseknek is, hogy ők felléphessenek. Én úgy gondolom, hogy a többségében, a 80-90%-ában szerencsiek jöttek, de természetesen nem zártunk ki senkit, mivel belépőjegy nincs, ezért bárkit szívesen látunk, de folyamatosan jönnek, mennek, és hát biztos vagyok benne, hogy jó szívvel fogadják. Nagyon sok csapat nevezett a főzésre, 11 néhány csapat, tehát ez is egy különlegesség, és nagyon sokan önként jelentkeztek, tehát nem agitálni kellett őket. Szóval örülünk neki, hogy itt ilyen sokan együtt vagyunk a mai nap. A nap folyamán egymást váltották a fellépők a színpadon, akik színes felhozatalú műsoraikkal örvendeztették meg a vendégeket. Macó Kálmán és cigányzenekara a Jó ebédhez szól a nóta című nótacsukrokat adták elő az elkészült ételek elfogyasztásának kísérleteként. A Manoki Kossuth népdalkör váltotta, akik szemnél szebb dalokkal készültek. A népdalkör szívhez szóló előadása hülyen tükrözte a helyi hagyományokat és közösségi összetartozást. Fekete faluban fehér torony látszik, látod a babámat a más ölében játszik. Azt mondtam, nem bánom, de azért sajnálom, mikor a babámat a más ölében látom. A
2018-ban alakult tarcali hagyományőrző népdalkör autentikus dalokat keltettek életre a színpadon, méltóképpen őrizze tovább a helyi kulturális örökségeket. Köszönök, olyan iszok, csak úgy nyöszörgök. Kocsmáros nékám volnája a pince, imádságos könyvecskéje az ince, rója, rója, rovására, hány ice, csak azt mondja a vendégnek tíz ice. Nincs olyan ünnepség a város életében, ahol ne hallhatnánk a száz éves szerencsi férfikat énekeit, amit mindig nagy szívvel és még nagyobb profizmussal teljesítenek. Befolyásoló szerepet foglalnak el a város mindennapjaiban, évről évre viszik tovább a képviselt értékeket. Közkele bajtás, poharat, poharat, még nem ázik a fogad, így jár, aki mindig bort iszik, még a temetőbe nem viszik. Így jár, aki mindig bort iszik, még a temetőbe nem viszik. Volt nekem pénzem, elássam, elássam, kiszáradt a torkom, kiássam, kiássam. Így jár, aki mindig bort iszik, míg a temetőbe nem viszik. Számos kísérő programon is részt vehettek egészen az esti órákig, mint például a népmese maraton a lovagteremben különböző ügyességi játékokat próbálhattak ki, majd vásárolhattak az árusok színes felhozatalú standjainál. Polgármester úrral beszélgettünk mi korábban, és terveztünk így szeptember végére egy rendezvényt, ami több okból nem valósult meg, de hát úgy voltunk vele, hogy ha már belekezdtünk valamiféle szervezkedésbe, akkor zárjuk le a nyarat méltóképpen, és akkor így Szent Mihály nap volt ugye tegnap, és akkor ebből jött az ötlet, hogy akkor egy ilyen Szent Mihály napi vigadalom, egy nyárzáró, egy őszköszöntő, ugye szüretelő időszak van, és akkor így jöttek az események egymás után, és akkor legyen akkor egy főzőverseny, de mit főzzenek az emberek, ugye káposztás ételt szerencsén még nem főztek, hogy most azt próbálják, hogy ilyen káposztás húsos ételeket kell főzni, akkor a jövő héten állatok világnapja van, tehát ahhoz kapcsolódóan is szerveztünk programokat gyerekeknek, állatsimogató lesz délután, galambröptetés, ugye ma van a Magyar Népmese napja, mert ma született Benedek Elek, akkor ehhez is kapcsolódóan kézműves foglalkozások vannak, mézes kalácsfestés, Magyar Népmesék maraton lesz a lovagteremben. Tehát egy ilyen nagyon összetett rendezvényi állt ez össze, de úgy látjuk, hogy az idő velünk van, tehát nagyon szép az idő, úgyhogy reméljük, hogy estig elszórakozunk a várudvaron. Meglepő módon nagyon sokan jelentkeztek a főzőversenyre, ugye ezt csak úgy ilyen ötletszerűen felvetettük, hogy legyen, de 12 csapat nevezett be, végül is 10 érkeztek meg eddig a rendezvény kezdetére. Még most egy kicsit olyan enyhébb az érdeklődés, de ugye délután kezdődnek majd a színpadi programok, tehát a 00:30-tól Mocó Kálmáni cigányzenekara fogja húzni a Jó ebédhez szól a nótát, ugye addigra remélhetőleg elkészülnek a főzőverseny ételei is, és akkor délután folyamán pedig a színpadon folyamatosan népdalkörök, a száz éves szerencsi férfi kórus, hajnali néptánc együttes, Ciráda zenekar, a Szikra tánciskola növendékei, illetve lesz egy meseelőadás 3 órakor, és este pedig Sipos F. Tamás úgymond sztárvendégként zárja ezt az egész őszáró, vagy ősznyitó, nyárzáró bulit. Tokaj hegyei területén fontos szerepe van a szőlőnek, a szüretnek és a borászatoknak. Ennek apropóján lehetőség volt betekinteni a szőlőpréselés technikáiba, és az elkészült mostok meg is kóstolhatták. A gyerekek szabadon használhatták az ugrálóvárat és sok más játékot, amit örömmel igénybe is vettek. Fáradhatatlanul játszottak egész délután, kergetőztek, versenyeztek, az ugrálóban pedig trükkökkel is próbálták lenyűgözni egymást. A Magyar Vöröskereszt sátránál többféle tesztet volt esélyük elvégezni, mint például vérnyomás és vércukorszintmérés. Mellettük a Háló integrált közösség tevékenységét ismerhették meg, akik speciális szemüvegek segítségével demonstrálták az alkoholos és drogos állapotokat. Ezeket az eszközöket viselve feladatokban próbálhatták ki, hogy hogyan tudnak mozogni, rajzolni vagy célozni ilyen látásmóddal. Sokan megfordultak a 2 nap alatt a Rákóczivár területén, és idejüket a kikapcsolódásra fordítva élvezték az első, de valószínűleg nem az utolsó Szent Mihály napi vigadalmat.